Építészeti, városrendezési témák dominálták az uglói önkormányzati testület szeptember 30-án tartott ülését. A városatyák és anyák persze nem homlokzatokról és falszínezésről vitatkoztak. Az időnként hevesé váló vita tétje régóta tervezett beruházások megvalósítása, no meg persze millió forintok felhasználása volt. A legkevesebb összecsapást a Gizella utcába tervezett ökoházzal kapcsolatos előterjesztés váltotta ki, ám egyelőre eredmény nélkül a témát ugyanis végül levették a napirendről. Két napirend előtti hozzászólás hangzott el a napirendek megtárgyalás előtt, már ezek is megelőlegezték, mi is áll ezúttal az önkormányzati képviselők figyelmének középpontjában. Viktor a Zsolt, a magyar kétfarkú kutya párt képviselője egy júliusi kormányi rendeletre emlékeztetett, amely kiemelt beruházásán nyilvánította a Mundó, azaz a Bosnyák téri leendő városközpont területét. Szerinte az önkormányzat emiatt elvesztette a kontrollt a beruházás felett, ezért közös tiltakozásra szólította fel a jelenlevőket. Rákérdezett arra is, hogy miért csúszik a Rákospatak rekonstrukciójának második üteme. Horváth Csaba egy, szocialista egy polgármester reagált a mundóügyére, ügyére, elmondva, a beruházó érvényes építési van. engedéllyel rendelkezik, így az önkormányzat már nem szólhat bele a projektbe, a területre akár pláza is épülhetne. A helyzet azonban mégsem ilyen kedvezőtlen, hiszen tárgyalásban állnak a beruházóval, aki nem kíván a kormányhatározat nyújtotta előnyökkel élni, sőt, egy 10 milliárd forint értékű környezeti beruházásokról szóló terv megvalósítása is felmerült. A vitában szót kapva a D.N.S. János, kerületi főépítész, arra is kitért, hogy Várnai László képviselő blogján egy egy bejegyzésben őt bűncselekménnyel vádolták, ezért elégtételt kért. Tiba Zsolt jegyző ehhez annyit tett hozzá, ha a dologból per lesz, ő minden jogi tudásával a főépítész mellett fog állni. A rákos menti építkezés csúszására Hajdu Flórián szocialista alpolgármester adott magyarázatot, ez szerint a fővárosi csatornázási művek változtatott a korábbi terveken, a munkaterületet emiatt csak késve vették át, ám a csúszás nem lesz több egy hónaposnál. Schleckmann Dániel, zuglói lakos is városrendezési ügyről beszélt a napirend elfogadás előtt. A már többször szóba került Egresi úti és angol utcai telekeladások tervére utalva azt kérte, hogy a területen a lakóházak helyett közpark és játszótér létesüljön, mert kis zuglóban egyik sincs. Neki, pontosabban szólva a felszólalás tényére, Rozgonyi Zoltán Fideszes frakcióvezető egy későbbi napirend vitájába reagált, mondván, ilyen jellegű meghallgatást a jövőben csak valamilyen napirendi ponthoz kapcsolódva engedélyezzen az ülést vezető, mert jelenleg ezt írja elő a testület szabályzata, és nem is fair a képviselőkkel szemben. Még mindig a napirendek tárgyalása előtt hangzott el az a bejelentés is, ami szerint Hajdu Flóriántól Hevér László György vette át az önkormányzati szocialista frakció vezetését. Az új frakcióvezető bejelentette, egyeztetést kezdeményez a Momentum és a DK helyi vezetőivel. Ezután lendületet kapott a munka, a képviselők egy ideig ütemesen, szinte hozzászólás és vita nélkül döntöttek az elejük terjesztett javaslatokról. Így például arról, hogy Zugló pályázatot nyújt be a miniszterelnökséghez az önkormányzati közutak szilárd burkolattal történő ellátására. Négy utca összesen 658 folyóméternyi burkolatának megépítéséhez bruttó 164,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kér. A remélt támogatásból a szuglói körvesútsor Pöstjén utca és Csömöri út, Majolika utca és Ilosvai Sejmes utca közötti szakaszát, valamint a Cserebogár utca 19 és 33, valamint 45-51 házszámok közötti etapját építik meg, figyelembe véve az ott élők kéréseit is. Hozzájárultak annak az együttműködési megállapodásnak a megkötéséhez is, amely az önkormányzat tulajdonában levő, de a Kolumbusz utcai Szent István király zeneművészeti iskola által használt épület bővítését teszi lehetővé. Emellett ráépítéssel két új próbatermet, könyvtárat, zeneoktatásra alkalmas tantermeket és kisebb gyakorlótermeket alakítanak ki, és az épület teljes energetikai felújítása is a terv része. A beruházás nyomán egyébként megváltozik az épület külső megjelenése is, mert el kell távolítani Makris Agamennon domborművét a homlokzati részről. Két városrendezési megállapodás tervezete következett ezután a Szenice utca 6 számmal kapcsolatos javaslat még szó átment. Ám a következő, a Gizella út 14-16 számú ingatlanra vonatkozó javaslat hosszú, szenvedélyes vitát váltott ki. Ezen a telken az önkormányzat régi terve valósulna meg, az Európai Unió támogatásával egy ökoház, szociális bérlakások épülnének. Csak hogy a több évvel ezelőtt elfogadott építési büdzsé, az építőanyagok és a kivitelezési árak robbanásszerű emelkedése miatt már nem tartható, az önkormányzat ezért az Ökóház telkének egy részére társasházat építene, és a lakások eladásából befolyó pénzből tömné be az ökőház költségvetésén keletkezett lyukat, és talán még más bérlakások felújítására is jutna belőle. Már az első hozzászólás jelezte, hogy ebből érdemi vita lesz. Tóth Attila, a körzet dk képviselője ugyanis közölte, a környező lakokkal nem beszéltek erről, ezért ő most nem tudja megszavazni az előterjesztést. Várnai László, a civil zugló egyesület képviselője is információt, adatokat, részleteket hiányolt. Szabó Rebeka, a párbeszéd alpolgármestere még szakmai érvekkel vette védelmébe az előterjesztést, ám a Fideszes Rozgonyi Zoltán megjegyzései már politikai sikra terelték a vitát. Felháborítónak nevezte ugyanis, hogy a városvezetés három évig nem csinál semmit, majd a képviselőket teszi felelőssé azért, ha a projekt meghiúsul. Ezzel egy olyan korábbi megjegyzésre utalt, amely a szociális bérlakásra váró családok szorult helyzetével is érvelt a javaslat elfogadása mellett. Karácsony Gergely módszere volt ez. Mindig azt mondta, hogy nincs más megoldás, megszavaztuk a javaslatát, majd később pont ő kérte számon, hogy miért szavaztunk így, tette hozzá. Szerinte egyébként az önkormányzatnak lenne saját pénze, hiszen az évfordulókor két és fél milliárd forint tartalékkal rendelkezett. Rózsa András, a Momentum alpolgármestere ezt a fonalat kapta fel, és arra emlékeztetett, hogy egy hónappal korábban, egy másik vitában Rozgonyi Zoltán még fiktívnek, azaz nem megalapozottnak nevezte a zuglói költségvetést, most pedig két és félmilliárdos milliárdos tartalékkal érvel. Dönts el, hogy melyik az igaz, szólította fel képviselőtársát, aki viszont azzal replikázott, hogy a tartalék 2020-ból származik, fiktívnek pedig a 2021-es költségvetést tartja. Nem okozott végül meglepetést, hogy a képviselők levették a napirendről az előterjesztést, s voltak éppen az sem, hogy végszóként még azon is összecsapott néhány városatja, hogy melyik képviselőhöz köthető a levételt indítványozó ügyrendi javaslat. Horváth Csaba polgármester meg is jegyezte, ügyrendi javaslatok esetében nem érvényesül a szerzői jog. Az uglói önkormányzati testület ezután újra gyorsan haladt az előterjesztések elfogadásával. Így módosították azt a tervet, amely alapján lényegében véve ajándékpénzből hét sportpark jöhet létre Zuglóban, kiigazították a védőnői körzetek határát, és arról is döntöttek, hogy Zugló 2022-ben is csatlakozik a Bursa-Hungarika felsőoktatási önkormányzati ösztöndípályázathoz, amelynek fedezetére 7 millió forintot szavaztak meg. Szociálisan hátrányos helyzetű, Zuglói lakhelyen rendelkező hallgatók és leendő hallgatók pályázhatnak erre az ösztöndíjra 2021. november 5-éig.